Hellóztok, szóval itt is vagyok a következő epizóddal, és hát akkor folytassuk is ott, ahol az előző részt abba hagytuk, hogy akkor bele kéne kezdeni a sima Minecraftos potion emelésgetésbe, illetve ugye, ahogy ezeket a részeket általában kezdeni szoktuk, egy kis runik altalozással össze kéne hozni még egy pár seedet, ami ugye így az Extreme Infusion Stone-nál lett elérhető, szóval az első ilyen seedünk lesz a slimy seed, ezeket mindjárt ebbe is pakolom. Egyébként pedig így utólag is kellemes húsvétot mindenkinek, sajnos egy kicsit így elkésve jött ez a rész is, de hát ugye nekem is így ez az ünnepek így bekavartak egy kicsit, viszont most már végre akkor tudjuk folytatni ezt, meg a többi sorozatot is. Úgyhogy na, nézzük meg, gyorsan leáratom ezeket a szideket, a creeper essence-eket, illetve ahogy nézem itt a vidőr essence-ek is nőttek egy, hát mondjuk egy páran. Ezeket is szépen leszedegetem, és hát akkor ugye nézzük itt csak meg, hogy miket lehet ebből kihozni végül itt a crafting, nem, ugye elsősorban vidör fejet írt belőle, de van itt ilyen necrotic bone is, amiből ezt az egy dolgot lehet készíteni, azt hiszem, a red heart canisztert, ugye egy ilyen plusz életet adó kis ilyen trinket-szerűség, ahogy nézem, igazából nem kérek hozzá különösebben speciális dolgok, ez csak egy kis tin, meg egy csont, szóval ezt össze is dobhatjuk, hogyha már ugye szereztünk ilyen essence-eket, és hát akkor meg lehet egy újabb ilyen kis plusz szívet adó kenészerünk, ugyanolyat, amit ugye a küldetésben is kaptunk, csak ugye ez a zöld volt, a legértékesebb ezek közül, és ezen kívül még van ugye egy sárga, amit még nem tudok, hogy hogyan kell összeállítani, de talán az se annyira bonyolult. Na, úgyhogy tinek most megvannak, kéne még ugye sima csont, vagy hát nem is tudom, nézzük csak meg pontosan, mi kellett még hozzá. Heart canister itt is van. Igen, egy sima csont kell a közepébe, bár lehet egyébként, hogyha csak így simán kiteszek egy ilyen lapot, lapszerűséget, nem, így valami mást kapunk, úgyhogy akkor muszáj leszünk beszerezni egy csontot, csak hát ugye a csonttal az a gond, hogy hát jelenleg itt nincs raktárom, mert összeset átalakítottam csontporrá, ugye a növényekhez. Hát, most tudom, lehet, hogy akkor vinni kéne még ki pár dolgot, és akkor ott megcsinálni ugye a csont eszenszekből. Szóval kell ugye még pár gyémánt, egy ilyen kis szívecske, egy alma. Átalakítsuk és, ja, körülbelül azt hiszem ezzel minden megvan. Most pedig pár ugye skeleton soul essence, vagy hát ezeket gyorsan bepakolom. Oké. És akkor nézzünk pár ugye sima csont elkészítést. Nem is tudom, hogy ebből hogyan lehet egy sima csontot készíteni, de mindjárt rájövünk. Szóval valahogy így. Ja igen, pont ugye, hogy a necrotic bone is egyébként. Maradék eszenzet ugye bedobhatjuk. És igazából elég le egy nekünk, szóval nem is tudom, minek hoztam ennyi, hogy minek készítettem ennyit. De itt is vannak akkor többi összetevője. És meg is van az első red heart canisterünk. Úgyhogy ez tök jó, szóval igazából be is tehetjük. És hát egyel növeli a max életeink számát. Már benne is van, mindjárt megnézem. Szóval ide került. És már csak ugye a sárga kéne. Amit ugye ebből a pirosból kell tovább fejleszteni egy ilyen kis sárga szívecskével, de hogy nézem ennek, nem látom az elkészítési módját, szóval ezt valahogy be kell szerezni valahonnan, de nem ad ki rá craftingot, szóval ezt már csak később tudjuk akkor ezek szerint beiktatni. Viszont ugye a slimy seed elkészült, úgyhogy itt is egy living rock, plusz ugye a Wand of the Forest, és hát igazából ez a slimy seed, ez annyira nem fontos számunkra, szóval analyzolom, aztán beteszem a ládába, mint ahogy majd ezt a Gusty Seed, vagy nem tudom mi ennek a neve, szóval egy ilyen szellem seedet is ugye készítek itt most gyorsan az elején. Ezeket már nem szeretném elültetni, mindjárt csak fölöslegesen foglalnák a helyet, és egyelőre még nincsen olyan nagy szükségünk Gusty-re, meg ugye Slimeball-ra. Szóval, de hogyha esetleg majd később kelleni fognak, akkor itt lesznek kéznél. Úgyhogy ja, ezek talán meg is vannak, és hát akkor átérhetünk a következő dologra, a fő dologra, amit ugye ebben a részben szerettem volna elkészíteni, a potionölő kis hely megcsinálását. Elsősorban egy crafting table-re lenne szükségünk, de hiszem nem nagyon van itt most a ládában jelenleg, és ugye megváltozott a crafting, ja, a crafting table-nek, szóval kéne hozzá még két darab fél blokk, egy ilyen fél fadeszka, és akkor abból össze tudjuk pakolni. És utána pedig, hogy egy kicsit érdekesebbé tegyem ezt a potion elégedést, ugyanis ez az alapjátékban is van, szóval annyira nem nagy cucc, ezért el kéne készíteni hozzá ilyen potion shelf-eket, majd ide fentre, ugye mondatok ti is, hogy ezt a helyet berendezhetném ilyen kis potionnek, hát jó is, pont van is szerintem elég hely neki, szóval akkor kialakíthatjuk ezt annak, és mondjuk egy három darab ilyen cucc az elég is lesz, hozok hozzá pár darab ugye cobblestone-t, kis proving standet, na, itt is vannak a jó öreg kraftolások,
És hát igazából ezen kívül lenne még egy nagy adag Potion Shelf-re szükségünk, ami az szintén azt hiszem ilyen fél blokkok kellenek, de elég nagy szám. Általában az ilyen polcokhoz mindig sok kell, meg még egy kis üvegcsék. Szóval ezekből mindjárt készítek is egyet, kettőt. Meg ráadásul az üvegek egyébként is jól fognak jönni majd ugye magához a potion-os részéhez is. Úgyhogy hát mondjuk ez a 18 annyira nem érzem, csak nem akarom elhasználni az összes üvegemet, majd max hozok be kintről, hogy ott is vannak. Na és akkor valahogy így voltak, csak igen, hát fél blokk az még mondjuk kellett volna előtte. Igazából ebben egy nagyobb adagot is elkéne készítenem most, mondjuk egy ilyen 60-es pak biztos elfogy egy idő után. Ja, szóval ja, nézzük csak meg. Egy ilyen 3 darab szem simán kifér, vagy hát hogyha jól számoltam, van egy hely ott fenn nekik. Na itt is vannak, és ugye ez a kis szekrény, vagy nem is tudom, polc, ugyanúgy néz ki, mint a többi, ami itt lent van, csak ugye ez arra jó, hogy ebből kifejezetten potionokat lehet tárolni. És ez egy kicsit elegánsabb módja, mint csak hogyha az ember bedobálja egy ládába, tehát tök jól néznek ki. Mondjuk viszek fel ládát is ugye az összetevőknek. De ja, kéne még ezen kívül egy gyors tábla is, mondjuk lehet, hogy ebből már volt, nem baj. Ezekből is lehetnek itt raktáron. Ugyanis kell majd valami, hogy megfogja a vizet, ugyanis hoztam egy vödör vizet is magammal, hogy ne kell mindig leszaladgálni, hogyha meg akarjuk tölteni az üvegeket. Szóval mondjuk nem tudom, hogy hol tegyem ezt a maradék egy potion shelfet, de majd megtalálja ő is a helyét. Szóval így köböl, és most már csak ezeket a fél blokkokat ide, ezekre jöhetnek a proving standek, meg persze egy kis világítás ide. És ja, igazából készen is van, tehát így az alapfelállás az gyakorlatilag ennyi is lenne. Csak hát ugye ide kell hozni ezt a rengeteg mindent, ami általában a potizáshoz szokott kelleni, meg hát megtölteni ezeket az üvegcséket vízzel. Szóval így mehetnénk is akkor ide be. Jó, és hogyha mindjárt idehozok egy jó pár ilyen kis potion-os összetevőt, és utána tudjuk is majd folytatni az izgalmasabb részével. Na, hát itt is vagyok egy hosszas gyűjtögetés után, és hát nagyjából szerintem mindent összeszedtem, ami kellhet a potizáshoz. Szóval itt is vannak a különböző powderök, meg ilyen egyéb kellékek. Mondjuk tollat is hoztam, azt nem tudom miért, de mindegy, hát ha kelleni fog majd valamire. Jaj, gombát kellett volna hozni, ilyen barna gombát. Mindegy, ezt a potit, ezt ugye az egyik witch dobta, ezt ugye ide addig beteszem. Ugye így néz ki ugye a potion shelf-be egy elhelyezett poti. És hát ugye majd a többit is, amit mi készítünk, és majd oda lehet dobálni. Nem mindegy, hozok akkor még gombát. Ja igen, meg hogyha már ugye itt tartunk, akkor mindegy, gyorsan először kiveszem. Valahogy itt voltak. Hát mondjuk nincs olyan sok, nem baj. Ugye előre ennyi elég lesz. Szóval elkészült ez is. Szuper aranyos ghastly seedünk. Szóval tessék itt is, mondjuk nem tudom miért lenne annyira szuper aranyos, de hogy itt van ez a következő seed is, ezt is analyzolom, és mehet a raktárba. Plusz hát ugye most már át lehet venni, értük a jutalmat, amihez ugye mind a kettőnek ugye az extreme essence-et fogom választani, mert ugye ezeket nehéz elkészíteni, vagy hát nehezebb, és akkor ezek is mehetnek ideje szépen a helyükre. Na, hát ugye, hogyha ezeket lepakoltuk, szerintem minden megvan ahhoz, hogy elkezdhessünk végre potizni, és akkor gyorsan viszem is nekik a gombát. Érdekes, hogy ezek a trifidek nem akarnak kijönni házba, hiába nyitva az ajtó. De egy addig jó. Oké, szóval akkor egy nagy adag ilyen fermented, vagy mi ennek a neve. Szóval egy ilyen gusztustalanított pókszemet el kéne készíteni. Mindig csak így hívtuk, hogy ilyen gusztustalan pókszem összekeverve gombával meg cukorral. De ez most nagyon nagyon kelleni fog. Meg hát basszus, ugye a legfontosabb. Hát ugye a nether hord, hát abból még hozni kell. Na, meg is van. Na most a tényleg itt vagyok, és akkor kellhetjük is hozzám. Sajnos nincs olyan sok, de viszont ültettem egy kicsit a kertbe, hogy ja, véletlenül sem használjam el az összeset, szóval ezeket majd termelni fognak nekünk. Úgyhogy egyelőre be kell élni ennyivel. És hát akkor nézzük is csak meg, hogy milyen potikra lesz szükségünk. Szóval írja egy slowness és egy sweetness. Na, ez zsír, mert ugye akkor ez csak a kettőnek ugye az ellentétje. Úgyhogy elég egy receptet elkészíteni ugye a gyorsaság potit, aztán majd ezt átfordítani lassúságra. Igen, itt is van ugye ezzel a megfordítóval. Nem tudom, mennyire vagytok benne így az alap Minecraft-os potizásban. Én régebben nagyon tudtam mindent, hogy hogyan kell fejből csinálni, de aztán most ugye viszonylag régen volt, szóval csak pár dolog maradt meg. Az ilyen egyszerűbbek elkészítése például. Na, szóval akkor mehet is be a cukor neki. És mi kellett hozzá még egyszer? Szóval egyetlen hány kell hozzá? Meg ugye a másik az, hogy 6 perc. Meg 3 perc, szóval akkor lehet, hogy ezeket növelni kell majd így az időjüket egy redstone-nal. Vagy hát nem tudom, mennyi készül el abból.
de csinálj közben a másikat is. Igen, szóval, igen, 3 perces sweetness készül, az tök jó. Ezt ugye átfordítjuk, és akkor lesz belőle lassúság. És hát ugye még dobhatóvá is kell tenni valamiért. De a lényeg az, hogy akkor ezek így majd meg lesznek. És, ja, te is mehetsz hozzá. Te is. Gondolom ugye restont meg az ilyeneket bármikor hozzá lehet keverni, amikor már dobható állapotban vannak akkor is. Na, és kellettek még hozzá ilyen fanciful tridek, amit ilyen wispy gyapotból kéne elkészíteni. De ez azt hiszem, ilyenünk nincsen még. Nekünk ugyanis ugye még csak ilyen rémálombeli van. Tehát ez a distributed gyapot. És ebből csak ilyen tormented treat jön ki nekünk, meg ugye a fanciful kéne. Szóval nem tudom, hogy ebből hogyan tudnánk szerezni. Biztos van valami módja ennek a wispynek is az elkészítésére. Lehet valahogy ültetni? Ja nem, ez csak az, hogy a közelébe kell lenni, és akkor valahogy más ilyen crop mutation keveredik ki belőle, de hogy ez sajnos nem egy módszer arra, hogy szerezünk ilyen wispy gyapotokat. Ehhez valószínűleg megint át kell menni az álomvilágba, és onnan hozni. Mert hogy máshogy nagyon nem lehet úgy látom megszerezni őket. Hát mindegy, egyelőre készítsük el a potikat, amik kellenek, szóval itt is vannak a speedek. Itt is vannak a lassítások, és ja, azt hiszem ezek közül minden megvan, szóval nézzük csak meg egy pillanatra. Ja, hogy nem is azt készítettem el, ami nekünk eddig kellett. Nekünk ez a Nightmares változata kellett ennek az államfogónak. Ó, hogy ehhez meg Poison kell, meg Night Vision. Na basszus. Nem mindegy, hát akkor legalább lesznek ilyen speedes, meg slowness-es potink is, ezek sosem ártanak úgysem. Ha más nem, akkor más kraftolásokban majd őket beletesszük. De hát akkor látszik, hogy készítenünk kell még egy pár Poison-t is, meg egy pár Night Vision-t is. Viszont akkor nem kellenek hozzá ugye fanciful gyapotok, csak tormentidek. Ami tök jó, hiszen abból ugye már szereztünk, szóval akkor nem véletlenül nem kellett ott kavarni ezzel, úgyhogy gyorsan összehozok olyanokat is, és akkor, ja, és akkor meg lehet minden ahhoz, hogy el tudjuk készíteni ezt az álomfogót, ugye, aminek még az előző részben nem tudtam, hogy milyen neve, csak én néztem, hogy ez vajon mi lehet. Mert hogy ugye ilyen a valóságban is van, csak nem tudom, ez tényleg használ, tényleg elűzi a rémálmokat? Mert elég ilyen fura dolognak tűnt, ami ilyen kis kamu, de lehet, hogy tényleg használ valamit, nem tudom. Az emberek így felteszik így a falra, és akkor az így megóvja őket az álmaikban. Hát, nem tudom, nagyon furcsa. Mindenesetre nekünk itt a játékban biztos segíteni fog ahhoz, hogy át tudjunk jutni majd egy olyan álomba is, ahol majd boldog álmunk lesz, és nem pedig ilyen rémálom, mint az előző részben. Na, hát el is készültek akkor a mérgek is, be is teszek itt egy kettőt, és hát ez az egy pedig jöhet velünk, ugyanúgy ahogy Night Visionből is, szépen meglenni a kraftolgatásoknak. Kellett hozzá még egy jó pár dolog, szóval nem csak ennyi, hogy ugye megvannak a potik, az kész. Ez egy viszonylag összetett crafting, szóval valamiért én item frame is kell hozzá. Ja, miközben kiégtek az üvegek. Na, szóval akkor először dobjunk össze egy item frame-et. Pont lesz is elég stick hozzá. Oké, okay. Ez be mehet középre. Pár ugye tormented treat. Ja, két poti felülre. És most már nem tudom, mi kellett, szóval meg is nézem. Két toll, tollakat remek módon sajnos felvittem előbb ugye a potikhoz, szóval hozhatok le onnan most. Igazából az összeset lehozhatnám, de nem tudom, hát ha kellenek még, szóval hozok le minden esetet a tollakat. És ezen kívül még egy gyémánt vapor kellett oda a tetejére, amit már ugye készítettünk az előző részekben. Mi a szarét rendeződött át? Ez itt az egész crafting table-öm. Jaj, na, szóval így. És ugye már csak a tetejére kéne egy gyémánt vapor, amit pedig lapis lazuliból és ugye valami Breath of Godness-ből kellett továbbfejleszteni a distillingben, valami ilyesmi lehetett, de mindjárt készítek akkor abból is. Na, hát igen, el is készültek, és ráadásul most kettőt is kaptunk, szóval egy még lesz később tartalékban valami másra, és akkor ezt már ugye fel is tudjuk használni ahhoz, hogy végre elkészíthessük ezt a rémálom űzőt. És meg is van, nem is tudom, ez talán az egyik legösszetettebb crafting volt, amit eddig csinálgattunk, szóval tudom, egy ilyen alap item ez vajon miért kellett ennyi minden.
ellesül ilyen értékes anyagok, de a lényeg az, hogy megvan, szóval valahogy ki is kéne ide akasztani, és hát itt a közelében használni egy jó kis ilyen potion of sleepinget, vagy nem is tudom micsodát, és hogyha így kidőlünk, akkor állítólag nagyobb eséllyel kerülünk át egy álomvilágba, szóval nézzük is csak meg, egy potion of sleeping, és hát teszteljük is csak ki. Na, és sikerült is, egy boldog álomban vagyunk, hiszen nappal van, és ilyen rózsaszín a szégalja. Mondjuk úgy látszik, hogy az előző álomból még itt maradtak a zombik, meg a pókok, meg a creeperek, amik elég bizarok, de a lényeg az, hogy ó, nézzétek már, itt van ilyen wispy gyapot is, amit ugye az előző craftingoknál láttunk, szóval gondolom, hogy ilyenekből kell szedni most egy jó párat. Jaj, megint hozhattam volna egyébként magammal ilyen kis ice needle-t, hogy fel tudjuk ébreszteni magunkat, na mindegy, egyelőre meg gyűjtögessünk itt. Ilyen kis aranygömböket is vadászhatunk közben. Szóval ja, így néz ki egy boldogabb álom, nincsenek szörnyek, legalábbis jobb esetben, amikor még nem maradnak itt az előző álomból, és hát itt el lehet éldegélni, sőt azt hiszem, hogy küldetésben kéri is, hogy valamit hozzunk össze ebben a világban, de még nem tudom, hogy az micsoda. Mindegy, azt majd meglátjuk. Csak ahogy itt valami komolyabbat is kell majd csinálni ebben a boldog álom világban. Na mindegy, egyelőre az a feladatunk, hogy akkor itt most gyűjtögessünk ilyen kis wispy gyapotokat, és hát hogyha ezzel meg vagyok, akkor utána majd jövök is újra tovább a folytatásokkal. Na, és meg is van, sikerült feljutni a felszére, hogy hát megfullasztottam magamat ott lent. Mindenesetre 43 ilyen kis gyapodot össze is szedtem, sőt, itt valahol itt a küldetés jutalmak között még gondolom ad is egy párat, hát mondjuk nem túl sokat, egy ilyen 3 darabot még kaphatunk. És egy új quest elérhető, Blue of Floating with Flowing Spirit. Na nézzük ezeket, hogyan kell előállítani. Ez ráadásul két új questet is fel fog oldani, szóval ez tényleg nagyon jó lenne megcsinálni. És van, hát nem kell hozzá semmi különös. Ezek az összetevők már mind megvannak nekünk, szóval lehet, hogy egy ilyet össze is dobhatnék, még így gyorsan. De mindegy, egy gyorsan lepakolok, és utána majd meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle. Na, szóval itt is van. Az összetevő cuccosak hozzá. Csak szépen bedobálja az emberem, nem esik egy se a tűzbe. Oké, még egy hógolyó végére. Na, és el is készült, gyönyörűen habzik, vagy nem tudom mi ez. Na, szépen szedjünk pár üvegbe ki belőle ilyen kis darabokat, és akkor nézzük csak meg, hogy ezzel vajon mit tudunk kezdeni. Szóval, küldetés, jutalom. Micsoda, nem készült el egy se? Hát ezt meg mire véljem? Flowing Spirit, hát ez nem ez van nekünk? Ja, ó, én egy Brew of Frostot készítettem, ez is ugyan kék volt. Ez lenne itt a Flowing Spirit. Még ehhez is minden megvan, szóval végülis ezt is el tudjuk készíteni. Hát akkor ez majd később valami másra akkor jó lesz. És akkor készítsünk olyat is. Na, akkor egy kis denevérszőr, mandrake, water artichoke, egy ilyen újonnan megszerzett fanciful treed, oké, egy ilyen spanish moss, és egy glintweed. Na, nézzük, mi készült. Hát nem úgy néz ki, mint hogyha készült volna belőle valami. Ja, kaptam egy sima water betűlt érte, hát ez nem jó, akkor valamit biztos elrondottam itt az összetevőknél. Na, szóval második próbálkozás. Szóval egy kis mandrake, egy kis fanciful treed, egy water artichoke, glintwood, spanish moss és denevérszőr. És megint semmi. Miért? Vajon miért nem tudja elkészíteni? Pedig most már biztos, hogy ezek az összetevők kellenek hozzá, szóval nem tudom, mit ronthatok el. Na, szóval a harmadik próbálkozás. Itt is vannak teljesen sorba teszem be az összetevőket, és tudja, hogy ezek az összetevők, mert most már sokat szóra nézem, szóval el nem tudom képzelni, mi lehet. Lehet, hogy esetleg nem elég altabb powerünk van hozzá, vagy mi kellhet még ennek a kettőnek. De hát így se jött össze. Jó, szóval akkor ezt nem tudom. Esetleg, hogyha van ötletetek, akkor írjátok meg, de nekem ez egyelőre nem akar összejönni, szóval valószínűleg csak a következő részre tudjuk időzíteni azt, hogy akkor meglegyen ez a gyönyörűséges poti is, és hát akkor utána tudjuk majd folytatni ezekkel a küldetésekkel. Addig viszont van más.
ugyanis az egyik küldetéshez, vagy hát több küldetésünkhöz is meg kell, hogy szerezzünk egy Netherstart. Szóval le kell, hogy most győzzük a Withered. Itt is van, ez az urnás küldetés valahol itt a Witcheryben. Szóval ehhez biztos, hogy fog kelleni nekünk egy ilyen Tear of Gunness és egy Netherstar is. Szóval nincs más, craftolok még ugye most, hogy megnőttek a Wither Soul Essence idek, egy pár Wither fejet belőle, és hát egyszer biztos, hogy ki fog férni. Elég összetevő ahhoz, hogy meg tudjuk ölni a Wither bossot is. Na, hát szóval itt is vagyunk. Körülbelül ilyen messzire eljöttem a kis helyünktől, ilyen messziségben, már azért talán csak nem tud, mi volt ez? Nem mindegy, szóval talán csak nem tud hozzánk férni, szóval itt is az első, itt is a második, és itt is a harmadik feje. És hát ugye ez, azt hiszem elég nagyot robban, hú, de rég videreztem, de jó lesz most újra küzdeni vele, főleg ilyen gírrel, pedig még pláne egyszer nem mentem neki. Na, gyerünk! Mi a fene, nem gyújtja fel? Hát, hogy immunis a tűzre. Elvileg ezen a kardon is van egy pár. Ez a vidör mérgezés, ez az a baj, az áttör a pajzson. Hoztam egy szuperkaját is magammal természetesen. Nagyon-nagyon jó, hogy ez a kard tud lőni. Ó, basszunk bele a vízbe. Szóval elvileg ezen a kardon is van fire aspect, szóval ezzel is fel tudnánk gyújtani, de lehet, hogy ezek szerint a vidörök immunisak a tűzre. Jó, hogyha így hátrálok és úgy lövöldözöm, akkor nem nagyon tud hozzám érni. Szerencsére. Csak hát ugye ez még a jobbik állapota, amikor még lehet lőni egyáltalán. Na most beidegült. Most már nem is lehet, azt hiszem, sebezni, itt csak ütve. Gyerünk! Ja, most bele megint a vízbe. Egy kis magical food, segíts meg! Gyerünk! Kard is! Szétcsapkodjuk! De gyorsan rászáll az emberre. Ilyeneket csináltak ezek a vidörök? Mindegy, már nincs sok élete. De jó, hogy ez is meghalt. És az a helyzet, hogy már nekünk se volt túl sok életünk, tehát hogy így nézzetek meg, hát egy 3,5 szélcskével azért túléltük, de hű, milyen lesz ehhez a Gaia? Tehát egy Wither és a Gaia az gyakorlatilag összehasonlíthatatlan, annyira erős a Gaia egy Witherhez képest, és hogyha Wither is lesebzett ilyen sokat, akkor lehet, hogy még valamit erősíteni kell a fegyvereinken, vagy a páncélinkon, vagy nem is tudom, mert ezért ez durva. Szóval, nem mindegy, most a lényeg az, hogy van egy olyan Netherstarunk, és ezek mellett még, ahogy nézem, egy ilyen sárga szívecskét is szereztünk, szóval itt is akkor a megoldás, hogy hogyan lehet elkészíteni a harmadik élet canistert. Szóval akkor ez gyorsan, akkor itt mindjárt össze is dobom. Na hát nagyjából össze is szedtem akkor, amik kellenek hozzá, szóval elsősorban ez az alap piros élet canister, utána jött a sárga szívecske, majd az aranyalma, és meg is van az utolsó élet canisterünk, amit hogyha így beteszünk a többi közé, akkor plusz 3-mal ugye növelik most már a teljes életeinknek a számát, ami nagyon jó, bár annyira tényleg nem olyan nagy tudsz, hiszen mi láthatjuk a videó, és ez simán lesebzett egy csomót, de a lényeg az, hogy ezért is erősíthettünk magunkon, mert hogy kelleni is fog. Szóval a következő, amit még meg kell csinálnom, az, hogy még egy gyémánt vaport összedobok, és abból megpróbálunk elkészíteni egy ilyen Tear of Gunness-t, ugye ami ehhez a küldetéshez kellett itt, és az ugye nagyon jó lesz, hiszen akkor ezt a hosszú küldetést is, amihez kellett ugye a Wither Star is zárhatjuk most már. Na, ennyi idő alatt már biztos elkészült, és itt is van a jó kis Tear of Gunness-ünk, meg persze pár ilyen melléktermék is hozzá. Na de a lényeg az, hogy magunkhoz kell venni. Oké, szuper, így. És hogy össze kéne szedni hozzá még egy ilyen urnát is, de hogy miért, de vajon, nézzük csak meg Leonardónak az urnája. Pedig azt hittem, ezzel már tényleg tudjuk zárni a küldetést, de nem, sajnos ezt nem írja, hogy hogyan lehet megszerezni. Valószínűleg ez valami boss után jön talán, vagy csak valamilyen kis event, vagy nem tudom mi adhatja. Hát minden esetre akkor ez még kelleni fog, hogy ezt a küldetést zárjuk. Ez is úgy látszik egy ilyen nagyobb küldetés sor része. Minden esetre elég sok mindent haladtunk, plusz hát ugye legyőztük a Withert is ebben a részben, és hát ezeknek a segítségével már következő részekben egy kicsit jobban tudunk majd haladni. Szóval találkozunk majd ott, addig is pedig minden jót, és sziasztok!